Szeretettel üdvözlök mindenki, Csárosi Péter vagyok, a Drog Reporter oldal szerkesztője és ennek a mai rendezvénynek a házigazdája. Nagyon örülök, hogy ilyen sokan eljöttetek, és hát annak különösen örülök, hogy egy nagyon szívemnek nagyon kedves vendéget üdvözölhetünk itt most a körünkben, Máté Gábort, akit gondolom az itt jelenlévőknek kevésbé kell bemutatni, mert aki eljött, az valószínűleg jól ismeri a munkásságát, akár a The Realm of the Hungry Ghost, a sóvárgó, hogy volt magyarul, sóvárgó démonok, úgy volt lefordítva magyarra, ami ugye drog függőség jelenségével kapcsolódik, akár a Testlázadás a címmel megjelent könyv, és hát éppen most készül Gábornak egy új könyve is. Nem tudom, mikor jelenik meg magyarul. Itt Magyarországon, október 3-án. Októberben. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy már sikerült elolvasnom. Anita, azt a papírt idehoznád, légy szépen, köszönöm. Szóval nagy szeretettel üdvözlöm Gábort itt körünkben, és úgy fog kinézni ez a mai rendezvény, hogy beszélgetünk egy kicsit itt a színpadon Gáborral, és utána pedig kinyitjuk ezt a beszélgetést a közönségnek is, tehát is tudtok a Gábortól kérdezni, ami bennetek van, azt ne titkoljátok, és ne szégyeljétek elmondani, amit meg akartok kérdezni. Gáborra az első kérdésem az mindjárt az, hogy milyen érzés itt Budapesten visszatérni Budapestre. Most mondtad éppen, hogy reggel volt egy különös élményed. Ez már az ötödik ország egy hosszú út folyamán, és persze mindig egy különös és nagyon kellemes érzés Budapestre érkezni. Itt születtem, itt nőttem fel 13 éves koromig. Itt nem túl messze innen, a Városliget másik oldalán nőttem fel, a Hungária körülön, tehát nekem mindig egy meleg érzés ide jönni, és persze nagyon szeretek magyar beszédet hallani, magyarul dadogni, ahogy csak tudok, és az épületeket, a helyeket, a szobrokat, amit annyira ismerek, mindig jó érzés, és nagyon-nagyon örülök neki, hogy megvan a lehetőségem, hogy a munkámat itt is terjeszkedjen. Most ugye egy nagy, hosszú turnén vagy, de szerintem nem vagyok egyedül azzal, hogy érdekel, hogy egyébként amikor Vancouverben vagy, egy ilyen átlagos napod, az hogy szokott kinézni? Vannak ilyen rituáléid, amik ugye a napodat... Hogy az én átlagos nap hogy néz ki? Felkelek, megmosom a fogamat? Nem nagyon érdekes. Mit tudok mondani? Utolsó 3 év alatt a fő munkámhoz, hogy ezt a könyvet megírtam, megírjam. Tényleg nehéz munka volt. Azt hittem, hogy sokszor azt hittem, hogy most túl nagy fába vágtam a fejszémet. A Covid miatt szerencsésen nem tudtam utazni, ami azt jelenti, hogy otthon kellett maradnom és írnom kellett. De amellett online sok webinárt is vezetek, tehát annak az, hogy nem utaztam, sok eseményben részt vettem. Úszok naponta, hogyha rám jön az ihlet, még meditáció is készítek, jogát teszek, nem túl fegyelmezetten, de teszem, de a sportolást rendszerintesen feleségemmel próbáljuk kiküszöbölni a 50 éves házasságának a nagy bajait. El vagyok foglalva, mit tudok mondani. Milyen tanácsot adsz, hogy mi a hosszú és boldog élettitka? Mert az így nagyon, nagyon energikusan járod a világon. Tudnak, hogy a házaspárok nem értik őket, tudod? Az én bajom, hogy a házaspárom nagyon túl megért engem. A házasság, a személyes viszony a legjobb iskola, a lelki és érzelmi fejlődés támogatására. Tehát nekem a legjobb munkám az volt, hogy nőjek fel a házasság keretébe. Két fiatal ember összejön, és sok traumát hordoznak meg, és aztán a trauma megmutatja magát a házasság minden bajaiba, és a kérdés az, hogy
növünk és tanulunk-e belőle, vagy csak belefulladunk. Hát mi szerencsére nőttünk, és most jobb a viszonyunk 53 év után, mint valaha volt. Ez a igazság. Azért a könyvedben említesz egy olyan történetet, hogy amikor nem olyan régen hazautaztál, és akkor így hirtelen visszaestél egy ilyen gyerekkori állapotodba, yeah, azt elmesélnéd? Ja, nézd, most 78 éves vagyok, de amikor fiatal és éretlen voltam, 73 éves koromban, hazaékeztem egy beszédő útról, Philadelphiáról, és nagyon jól éreztem magamat, mert a beszéd jól ment, a repülés kellemes volt, nagyon jó fiúnak gondoltam magamat, megérkeztem Vancouverba, és kapok egy textet a feleségemtől, aki arról volt szó, hogy ott lesz a repülőtéren, hazavegyen engem, és kapok egy textet, hogy még mindig otthon vagyok, akarod, hogy jöjjek-e? Na most erre én persze dükkbe gurultam, és görcsösen elzárkoztam, és mikor hazaékeztem taxival, majdnem rá se néztem, és alig se szóltam hozzá egy 24 napig, 24 óráig, bocsánat kérek. Annak idején 24 nap is lett volna, de most csak 24 óra. Aztán végre azt mondta, hogy most már fiaskám, hagyd abba a hülyeséget, erre abba hagytam. De mondok nektek valamit, itt ma reggel itt úszok minden reggel, a Vadász utcában egy belvárosi sport egyesület, intézmény, ahol van egy úszoda, és a hotelem, a Kalmel utca, 3 perci séta onnan. Tehát a Vadász utcában van ez a, Vadász utca 30-ban van ez a sport egyesület. Megdöbbenve jöttem rá, hogy vele szemben van egy épület, amin vannak ilyen plakátok, illetve ilyen kiírások, hogy ez volt az úgynevezett üvegház. Na most, amit ti nem tudhatjátok esetleg, de az üvegházba 1944 végén 2000 zsidó volt bezsúfolva, nominális és valamiféle svájci védelem alatt, hogy onnan nem deportálják az embereket. Ez a nyilas időkben volt. De oda is jártak be a nyilasok, és gyilkolták embereket. Csak nem annyira, mint másod. Ott voltam anyámmal december közepén, 44, mint egy 11 hónapos gyerek. Két napig voltam ott, mert 2500-2000 ember volt. Még a nevem ott van, még van egy kis múzeum ott, és a nevem is ott van a falon, mint egy túlélő anyámmal együtt. És két nap után anyám kivitt az utcára, és eladott egy idegennek, mert azt hitte, hogy nem fogok túlélni ezt a helyzetet. A szar folyt a földön, élelem alig volt, zsúfoltó voltak az emberek. Eladott egy idegen keresztény nőnek, aki elcsempészett engem rokonokhoz, ahol valami körülmények között bujkáltak, és nem láttam anyámat 5 hétig. Amikor megláttam őt megint, rá se néztem 3-4 napig, ezt mondta nekem az anyám, és miért nem néztem rá? Mert a kisgyerek, amikor az anya úgy érzi, az anya elhagyja, én nem tudhattam egy éves koromban, hogy az anyám ezzel mentette az életemet. Az érzelmi benyomásom az, hogy el vagyok hagyva, és nem vagyok szeretve. Na most erre persze tudatosan nem emlékezhetek, mert tudatos emlékezet egy éves korban még nincs. De az érzelmi benyomása az él az idegrendszeremben és az agyamban. 73 évvel később, vagy 72 évvel később, mikor az a nő, akire én támaszkodok, hogy engem szeressen, nem jelent meg a repülőtéren, ennek ez az érzelmi emlék fellép bennem, és úgy reagálok, mint egy kis baba. Rá se nézek egy napig. Ez történt. Tehát ezt kell megtanulnunk, hogy mennyire a trauma, mennyire a kényszerít minket arra, hogy nem a jelenben, hanem a múltban élünk. És garantálom, hogy majdnem akármikor fel vagy dühödve, vagy nagyon hargos vagy, vagy meg vagy bántva, nem a jelenről van szó, hanem a múltról. És ez az életnek a leckéje. Hát ezt kell nekünk együtt megtanulni,
hogy hogy legyünk a jelenbe egymással, és nem a múltba. Ez ennek a mesének a tanulsága. Te is idézed a könyvedbe Peter Levint, akinek ugye a Tigris ébresztése címe megjelent magyarul is a könyve, amit ajánlunk mindenkinek, hogy a trauma az a múlt zsarnoksága. Ja, erről egy kicsit beszélnél többen? A traumának a legnagyobb hatása az, hogy elidegenedsz saját magadtól. Miért? Hát, ha kérdezzek tőletek valamit, és nézzük meg, hogy mit a helyzet. Megkérem, hogy emeld fel a karodat, a kezedet, hogyha ez megtörtént veled, hogy volt egy erős zsigerézésed valamivel kapcsolatban, nem figyeltél rá, és utána megsajnáltad, hogy nem figyeltél a zsigerézésedre. Emeld fel a kezedet, ez megtörtént veled. Látjátok, milyen sokan. Na most, mit mondtatok ezzel? Azt mondtátok, hogy gyerekkorokban le kellett nyomni az érzésedet, illetve el kell őket hanyagolni, mert valami oknál fogva a szüleid, a környezeted nem fogod téged elfogadni az érzéseiddel. Most a gyereknek egyik legnagyobb kimaradhatatlan szüksége az, hogy érezze minden érzéseit. Az örömét, az elevenségét, a gyászát, a fájdalmát, a haragát, a dühét. De hogyha ezt a környezet nem tudja elfogadni, és a gyereknek persze be kell illeszkedni a környezetbe, akkor lenyomja az érzéseit, és ezzel elidegenedik saját magától. És ez a trauma. És akkor egész életünkben nem tudjuk, hogy ki vagyunk, mit érezzünk. És amikor érzünk is valamit, félünk az érzésre odafigyelni és tisztelni, mert akkor nem fognak minket elfogadni, nem fognak minket szeretni. És ez a nagy munka, hogy összekapcsoljunk saját magunkkal, visszakapcsoljuk ezt az elveszett ént, amit én lenyomtam gyerekkoromban. És ilyen gyakori. Azt többször is írod, hogy az ember az egy biopszichoszociális lény, yeah. És hogy az gond, hogy ezt így szétkapcsoltuk, ugye? Ebben a... Yeah. Szóval az emberi elme és az emberi agy nem saját magától fejlődik ki, és nem gének diktálják, hogy hogy fognak fejlődni. Ez attól függ, hogy a körülmények, a környezet, hogy összejátszik a génekkel. És ez a folyamat már a méhpéssel kezdődik. A függőségnek a megelőzése, a prevention megelőzése? Még a méhbe kell kezdeni. Mert a stressz a teljes anyán átmegy a babához is, és ez már befolyásolja az elméjének, az anyának a fejlődését. Volt egy kutatás nem olyan régen, hogy anyák, akik nagy stressz alatt voltak, tehát az elmének és az agynak a kifejlődése egy folyamat, ami még a születés előtt is kezdődik. Maga a szülés is befolyásolja. A mai világban mi nagyon mechanisztikusan és gépes módon intézzük a szülést, és az is beleolvasztja. Érzelmi viszonyunk a szüleinkkel. Tehát, hogyha a szüleink stressz alatt vannak, vagy depressziósok, vagy traumát tapasztaltak, amit nem dolgoztak ki, ezt a kisgyerek megérzi, és ez befolyásolja az elmének és az agyának a fejlődését. Na most a Buddha mondta 2500 évvel ezelőtt, hogy mi az elménkkel alakítjuk ki a világot. Tehát amit mi gondolunk, vagy hiszünk, még tudat alatt is, az befolyásolja, hogy látjuk a világot, hogy milyen világban élünk. Például volt, aki azt mondta, hogy a világ egy nagyon veszélyes hegy, egy hely. Mindenki ellened van. Mindenki meg akar enni mindenki mást. Kutyavilág. Még a barátaid is kívánják
a pénzedet, a házadat és a feleségedet. És ezek a barátaid. Tehát, hogy olyan gyanús világnézeted van, ezt a világot fogod te alkotni. Most, ha ezt hiszed, tudod, hogy ki leszel? Amerikai elnök. Mert ezt a Trump mondta, mert így látta a világot, így is látja a világot. De amit a Buddha nem mondott, ezt a modern pszichológia és az agyfejlődés tudománynak a na most a Trumpnak a gyerekkori világja épp ilyen volt, hogy veszélyes volt, apja egy borzalmas szörnyeteg volt, elnyomta a gyerekeit. Trumpnak a egyik testvére halálra itta magát. Tehát mielőtt agyunkkal, az elménkkel kialakítjuk a világot, a világ alakult minket, és hogy milyen volt a világot alakult az elménkbe, az a környezettől függ. Tehát mikor én baba, csecsemő voltam, elmondok egy eseményt. Az új könyvemben van egy festmény, amit a feleségem készített egy fényképről, amit rólam vettek négy hónapos koromban. Anyám fog engem az ölébe, nekem egy riadat, félős kilátás van a szemembe, az anyám mellén pedig fénylik a sárga csillag, a zsidó sárga csillag. És erről a fényképről készített a feleségem egy festményt. Nagy ijedelem volt bennem. Miért? Mert éreztem az anyának az idelmét. Én nem tudtam semmit a németekről és a Gestaporról, vagy az SS-ről, vagy a népírtásról, de én beszívtam magamba az anyámnak a félelmét. 2019-ben, most 3 év ezelőtt pontosan júniusban Perú voltam egy ayahuasca visszavonuláson, amit az volt, hogy én fogok vezetni, és a sámánok egy szertartás után hozzájöttek, és azt mondták, hogy te nem fogsz vezetni semmit. Mert benned olyan sok sötét energia van, ami negatívan befolyásolja a többéket is. Most nem tudták, hogy én ki vagyok. Nem voltak nagyon megilletve azzal, hogy én író vagyok, orvos vagyok, stb. Vagyok. Nem is tudok róla semmit, hogy hol születtem, mi a történetem. De tudod, mit mondták? Azt mondták, hogy mi azt látjuk, hogy kisgyerekkorban egy nagy félelmet tapasztaltál, és még mindig benned van. Ezt látták egy éjszaka után. Tehát, a kérdés az az volt, hogy mi volt a kérdése? Elkalandoztunk, igen. De hogyha most itt tovább megyünk egy kicsit ebből, akkor beszéljünk egy kicsit arról, hogy a szülők és a gyerek kapcsolata. És ugye mostanában vannak olyan hangok, másik kanadai, a Jordan Peterson, aki azt mondja, hogy mindig kérdezik tőlem, hogy mit gondolok a Jordan Peterson, nem tudom, mit mennyivel van ismerve Magyarországon. Kiadták magyarul is, igen. Igen. Nézd, először is. Mind kanadai, mint én vagyok, és mindig kérdeznek tőlem, mit gondolok róla. Jordan Peterson írt egy könyvet, hogy 12 Rules for Life, 12 szabály az életre. Na most gondolnám, hogy ha valaki ír egy könyvet, hogy 12 szabály az életre, és utána súlyos függőségbe süllyedik, hogy majdnem bele is hal, és autoimmun betegsége váltakozik ki benne, akkor meggondolnám, hogy ha én ezt írtam volna ezt a könyvet, meggondolnám, hogy vagy ezek a szabályok hülyeségek, vagy pedig én nem követtem őket. Mert hogyha követtem őket, akkor hülyeségek, de hogyha igazak a szabályok, és én mindig függős lettem, és atomembeteg, akkor esetleg nem követtem őket.
mit csinál a Peterson, így még egy könyvet, hogy még 10 új szabály az életre. Ez nagyon vagány valaki, tudod. Szerintem egy beteges valaki, aki nagyon a belső elnyomást jelenti, még a hangjába is hangzik ez az elfojtott düh, amiről nem is tud. Politikailag a Genghis Khan jobban áll valahol, de mind repressziót jelent tulajdonképpen, és az ő tanácsa úgy beszél a gyerekekre, mint a kis little varmint, hogy mondják? Kis férgek? Varmint, kis. Vermin? Yeah. Férgek. Or little varmint, little monsters, kis szörnyetegek. Úgy kell kezdeni a kis szörnyetegek, így beszél a gyerekről. Esetleg viccel, de van ebből vicc sok méreg is. És a kisgyerek haragos, akkor el kell távolítani magunktól, és üljön egyedül, amíg normális lesz megint. Na most mi ebben a tanulság, hogy a gyerekben a harag nem normális. És a gyereknek el kell folytani a haragját, hogy beilleszkedjen a társadalomba és a családba. Az azt jelenti, hogy a gyereket idegeníti saját magától ahhoz, hogy a társadalomnak egy tagja lehessen. Hát ez borzalmas leszke. Sok betegsége, az atomon betegségnek az egyik legnagyobb alapja az, hogy az ember lefolytja a haragját. Tehát azt kívánom, sok kárt okoz, én szerintem. A könyvedek... És a mai világban miért van, én szerintem 5-20 év múlva senki se fog emlékezni, vagy senki se fogja olvasni. Most nagy szenzáció. A könyved egyik fő témája az a toxikus kultúra, vagy mérgező kultúra. Az új könyvnek, Az új könyvnek, igen. Hogyan lehet egy kultúra mérgező? Nem tudom, hogy magyarul használják ezt a szót, de angolul, hogyha mikróbokat növekedünk egy laborba, akkor ilyen kultúr levesbe tesszük, ezt mondják magyarul is? Sejtkultúra mondják. Sejtkultúra, jó, oké. Okay. Kultúra. Tehát betesszük a mikróbokat ebbe a kultúrába, hogyha szépen nőnek és jól mennek a dolgok, akkor az a kultúra jön okok. De hogyha sokak betegek lesznek és belehalnak, akkor ez egy toxikus kultúra. Ezt mondom a mai kultúráról az embereknek is. Ha nézzük a világ szerte, a függőségek mennek fel, elmebetegségek a gyerekek között, a felnőttek között, a depresszió, a idegesség, az autoimmunbetegségek egyre inkább gyakran. Autoimmunbetegségek most történnek olyan helyek, ahol nem is voltak soha azelőtt. ADHD-t, amit Kínában nem is ismerték annak idején, most meg fog jelenni a könyvem az ADHD-ről, a szétszólt elmi Kínában. Miért? Mert egyre inkább nagyobb baj van ott velük. A kövérség, a betegséges kövérség egy járvány a világszerte, a magányosság járvány egy világszerte. Addig is, hogy az angol kormány they created a ministry of loneliness. There's a minister of loneliness. Egy magányossági miniszter van Angliában, képzeljétek el. Olyan nagy baj van. Tehát az mit jelent? Ugye ez a kultúra egy mérgező kultúra. Na most kétféle módon tudjuk mérgezni az embereket. Egyik az, hogy bántjuk őket, ami megtörténik eléggé is. Vagy hogyha megnyújtjuk tőlük a szükségletéket. És én azt állítom és bizonyítom, hogy a mai világ meggyújtja az embereket, az emberi szükségletét. Nem a kosztról beszélek, nem az ételről beszélek, de még arról is beszélhetnék, mert sok junk food van, és the food corporations, nagyvállalatok, élelmiszeripari. Nagyon tudatosan
készítenek olyan ételeket, amik az emberek függőséget fog okozni a cukorra, a zsírra és a sóra, ami öli az embereket. De nem csak a kosztról beszélek, az embernek az érzelmi szükségletei nagyon fontosak az egészségre. És ezt a mai világ egyre kevésbé nyújtja meg a gyerekeknek és a felnőtteknek se. Tehát ez egy méregző, toxikus társadalom. Viktor Frankl, aki szintén egy holokauszt túlélő, mondta, hogy a abnormális környezetben egy abnormális reakció az igazából normális reakció. Ezzel egyetértesz? Tehát, hogy akkor ennyiről a függőség az egy normális reakció egy abnormális környezetre? Szóval például adok nektek egy definíciót, definiálom nektek a függőséget, és nézzük meg, hogy mit tanulunk belőle. Tehát a függőség kifejezi magát akármifajta viselkedésbe, amiben az ember pillanatnyi enyhülést vagy örömöt talál, és ezért sóvárog utána, de hosszú idő folyamán kárt tapasztal, vagy okoz másoknak, de nem tudja abbahagyni. A kár dacára nem tudja abbahagyni. Tehát a sóvárgás, öröm, enyhülés pillanatnyilag, rossz hatások a hosszú idő folyamán, és képtelenség abbahagyni. Ez egy függőség. Na most veszétek észre, hogy szó se szóltam drogokról. Persze ez a drogok is lehet, de lehet a szex is, a vásárlás, a munka, a szerencsejáték, pornográfia, internet, evés, vásárlás, hatalom, stb. Stb. Ez a függőség. Na most azt kérdezem, hogy nem fogom kérdezni itten, hogy ki mihöz volt függő, és hogy mikor, és hogy mennyi ideig. Csak azt kérdezem, hogyha ez a definíció alapján hányan valljátok be magatoknak, hogy volt valaha egy függőségi hajlamot. Csak emelt fel a karadat, jó? Most megint majdnem mindenki. Van egy pár házug, aki nem akar belőle, de legtöbben becsületesek vagytok. Köszönöm szépen. Nem azt fogom kérdezni, hogy mi volt a függőségnek a tárgya vagy a célja, és hogy mikor. Csak azt mondd meg nekem, és hogy emeld fel a kezedet, és szólja, hogy mit kaptál tőle, mit nyújtott neked, ami pillanatnyilag neked imponált, vagy amit te akartál. Tehát mit kaptál tőle, ami pozitív volt pillanatnyilag. Csak önkéntesen mondd meg, légy szíves. Ja, igen? Kapcsolódást. Jó, köszönöm. És? Ja. Rossz a hallás, amelyeként. Oké, jó, segíted a figyelmenek. Köszönöm, jó? Mit? Szorongás csökkentést, igen. Fájdalom csökkentést. Köszönöm, ez elég. Fájdalomcsökkentés, szorongáscsökkentés, stb. Ezek jó dolgok, vagy rosszak? Ezt mindenki kívánja, nem csak hogy kívánja, szüksége is van rá. Tehát az azt jelenti, hogy a függőség nem volt annak dacára, hogy azt mondják a függőségről, hogy itt az itteni kormány abba a borzalmas tévhitből szenved, hogy az függőségek valaki szabad választását jelenti. Ami olyan marhaság, hogy nem is róla, érdemes róla beszélni. Én nem ismertem soha egy függőst, aki felébredett szombat reggel és elhatározta, mi az én célom az életben, hogy függős legyek. A másik az orvosi hit, hogy a függőség ilyen betegség, egy agybetegséget jelent, főleg genetikai alapon, az is tudományosan teljesen helytelen és alaptalan. Nincs egy gén, ami a függőséget okoz. Nincs egy csomó gén, ami függőséget okoz. Ha meglátja, ha
De, amint itt láttuk, a függőség nem, nem egy betegség, egy függődés, egy megoldás. Egy elkeseredett és sikertelen, de pillanatnyi megoldás. Mire? A fájdalomra. A lelki fájdalomra. Tehát az én mantrám, hogy nem azt kérdezzük, hogy miért a függőség, hanem hogy miért a fájdalom. És ugye meg kell kérdezni, hogy miért volt belső szorongás, amit nem tudta enyhíteni, miért volt lelki fájdalom, amit csillapítok elni, akkor meg kell nézni az életedet, valami történt. És ez valami, ami történt, mindig a gyerekkorban történt, tehát traumáról beszélek, az azt jelenti, hogy a függőség egy válasz a traumára. Tehát, hogyha a függőséget kezelni akarjuk, ne csak a viselkedésre figyeljünk, hanem az alapjára, a traumára, arra a fájdalomra, ami a viselkedés próbál enyhíteni pillanatilag és sikertelenül. És mit mondasz azoknak, akik azt mondják, hogy hát köszönöm, jó vagyok, én nem voltam traumatizált gyerek, én egy boldog gyerekkorban nőttem föl jó szülőkkel, és mégis függő lettem. Ja, néha tényleg találkozok valakivel, aki azt mondja, hogy Doki, én függős vagyok, de teljesen boldog gyerekkorom volt. És akkor én azt mondom neki, hogy hát beszélvem csak 3 percig, és akkor már belátod, hogy milyen reménytelenül borzalmas volt a gyerekkorod. Túlzok persze, de ez a beszélgetés, ez a társalgás a gyerekkori boldogságról nem bír ki 3 perc kérdést. Na most, ha itt lenne valaki véletlenül, aki abban a hitben él, hogy tényleg boldog gyerekkor volt, nyugodtan beszélek veled, hogy akarod. De komolyan mondom, sokat tanítanak neked, felvilágosulnál nagyon gyorsan, és másokat is tanítanál. De van itt valaki, aki azt mondja, hogy boldog gyerekkor volt? Aki erről beszélni akar? Nem? Jó. Azért, mert nem akartok felmenni a kezedet, vagy azért, mert ti mind... Na, van egy önkéntesen köszönjük. A gyere ide. Szerintem ez vegyes. Nem? Vegyes? Igazad van. De én azokról beszélek, akik azt hiszik, hogy nem volt fájdalom a gyerekükben. Nem volt trauma a gyerekkorukban. Az igaz, hogy gyerekkor nem csak vagy így, vagy úgy. Éppen ezért ilyen confusing. Meg zavaró. Zavaró, mert még én is azt hittem annak én, hogy boldog gyerekkorom volt. És persze volt boldogság a gyerekkoromban, volt öröm, volt szeretet, stb. De volt sok fájdalom is, amivel nem jöttem szembe köztől. Tehát arról beszélek, aki tényleg azt hiszi, hogy nem volt komoly fájdalma, traumája a gyerekkorban, azt kérdezem, nem az, hogy teljesen boldog volt. Ja? Te gondolod? Hát én is úgy érzem, hogy ezt a kérdést fel akartam tenni, hogy... Bocsáss meg ezzel? Hogy én úgy érzem, hogy boldog gyerekkorom volt, de van traumám biztosan, de nem tudom, hogy mi az. Nem tudom, meg akarod tudni? Akkor gyere ide és beszéljünk. Jaj, vagy nem. Nem vagy kész, nem akarod most megtenni? Most nem, de beszéljünk. Jaj. Jó. De okay. Te volt traumád, vagy nem? Hát van. De nem tudod, hogy mi? Vagy tudod, hogy mi? Hát most már tudom, így utólag. Utólag tudom, jó. Yeah. Volt egy bátyám, akit édesanyám 2 éves korában elvesztett. Értem. És én rászülettem meg 3 hónapra, és ugye, hát ez egy ilyen tabu volt a családban tulajdonképpen, de amikor láttam önt, illetve könyvét olvastam, jöttem rá, hogy ugye ez tulajdonképpen, ahogy én megfogantam, ahogy beszéltük az előbb, nagy hatással volt rám. Mindvégig, és szinte a mai napig érzem ezt így már a kapcsolatunkban kettőnk közt, hogy túlzottan maga mellett tart, úgymond még mindig gyerek vagyok, miközben már 35 éves vagyok, és nem is úgy alakult ki a személyiségem, amit hát mondom, egyre jobban nyílik a szemem föl. Hát akkor de
legalább elvileg tisztában vagy, hogy mi történt vele. Igen. Persze az elvileg ez nem elég, ezt érzel, még el kell dolgozni. De legalább tudod, te még homályban vagy, hogy mi történt veled. Amint kész vagy, szóljál nekem, és már megbeszéljük, jó? Egyébként, Gábor, ugye te is szoktad mondani, hogy sokszor az emberek arra gondolnak a traumánál, hogy megerőszakolták őket, vagy ilyesmi, de hogy sokszor nem az, ami történt, hanem ami nem, ugye? Yeah. Hogy... So, először meg kell értenünk, hogy mi az a trauma. A trauma nem az, ami hozzánk történt. Nem a bántás, az ütés, a verés, az elhagyás, a szexuális zaklatás. Nem az a trauma. Az a traumatikus esemény. De a trauma az, ami ebből kifolyólag bennünk történt. Tehát a trauma egy görög szóról ered, szóból ered, ami azt jelenti, trauma azt jelenti, hogy seb vagy sérülés. Tehát a trauma nem az, ami hozzánk történt, hanem az a seb vagy sérülés, ami bennünk történt. Na most ez szerencsés. És jó. Mert hogyha a trauma az lenne, hogy az én anyám elhagyott engem egy éves koromban, akkor az mindig úgy lesz. Ez így volt. De hogyha a trauma az volt, hogy én ebből kifejezőleg elhatároztam, hogy nem szeretnek, és nem vagyok szeretetre méltó, ha ez a traumám, akkor ezt ki tudom dolgozni, és ebből ki tudok gyógyulni, akármikor is. Tehát a trauma az, ami bennünk történt. Na most az emberek szintén azt hiszik, mint a Peti mondja, hogy a trauma ezek a nagy, szörnyű, borzasztó, bántó események. Azok a traumatikus események, és tényleg sok traumát okoznak is, minél több, annál nagyobb a trauma, de nem szükségesek arra, hogy traumát okozzanak. Például beszélek megint a kedvenc témámról, saját magamról. Mielőtt még a németek bevonultak Magyarországra, amikor két hónapos voltam március 44-ben, még az anyámmal voltam a kórházban, a gyerekkórházban, hát a szülőkórházban, és az anyám tartott itt egy naplót, amit én érdekes módon 4 évvel ezelőtt elolvastam először. És mikor 2 hetes voltam, az anyám írja a naplójába, hogy kedves Gabikám, szakad a szívem miattad, fáj a szívem, mert már másfél óva sírsz, követelt, hogy etesselek, de én megijedtem az orvosnak, hogy én csak 4 óránként fogok légni szoptatni. Az azt jelenti, hogy az anyám lenyomta az anyai ösztöneit, fájt a szíve, de nem emelt fel és nem szoptatott. Na most a babának a szükséglete az, hogy akkor emeljék, fogják a karjakba és szoptatják, amikor ezt a gyerek kívánja. És az ókori emberek és a benszülöttek így is teszik. Nem is teszik le a gyerekeiket. Mindenhol viszik őket a karjaikba. És szoptatják őket, mikor a gyerek kívánja, meddig 3-4 évig. Ez az emberi szükséglet. Így fejlődtünk ki, mint egy emberi faj. Most ott vagyok az anyámmal, 2 hetes koromban, és az anyám ezt nekem megtagadja. Nem azért, mert nem szeret, hanem azért, mert ő az orvosnak a tanácsát és a parancsát követi. És sok szülői most is így neveli a gyerekeit. Na most mit tanul ebből a gyerek? Hogy az ő érzelmei nem számítanak, ő szükségletei érdektelnek, és hogy nem szeretjék. Hogyha szeretnék, akkor felvennének. Tehát nem kell háború, nem kell életveszély ahhoz, hogy egy kis baba, egy érzékeny, sérülékeny kis ember traumát tapasztaljon. Ez megtörténik naponta, minden házban, minden családban. És mit mondasz azoknak a szülőknek, akik nagyon rosszul érzik magukat, mert mondjuk a gyerekük drogfüggő lett, és hibáztatják magukat miatt, a bűnösnek érzik magukat? Mármint a szülők? A szülő, az anyuka vagy az apuka. Hogy bűnösnek érzik magukat? Igen. Hát ezt nagyon ismerem, mert nekünk 3 gyerekünk van, most már felnőttek, a fiatalabbik 33, az idősebbik, legidősebb 47, és mindhárom gyerekünknek meg voltak a küzdelmei és az érzelmi válságai.
És persze én pontosan tudtam, hogy ez honnan ered. Tőlem és a feleségemtől. Nem azért, mert nem szerettük a gyerekeinket, nem azért, mert nem játszottunk vele, vagy nem tettük meg mindent, amit csak tudtunk, de az volt, hogy a baj nem az volt, amit mi tudtunk, a baj az volt, amit mi nem tudtunk. Tehát a saját traumáinkat még nem dolgoztunk ki, mikor fiatal szülők voltunk, és naponta kijátszottuk őket a családba, és a gyerekek ilyen nagyon szorongó légkörben nőttek fel, sose tudták, hogy mikor jön a következő vihar. Ez egy ilyen bizonytalanságot okoz a gyereknek, és amellett, mint egy munkaholista, munkamániás orvos, én sokszor nem voltam ott. Ha ott voltam, akkor érzelvileg nem voltam jelen. A feleségem depressziós volt időnként. Így nőttek fel a gyerekek. Na most, mikor mindenre rájöttem, persze el voltam áradva egy nagy bűnérzettel, de aztán azt is el kell hagyni, mert nem voltam bűnös. Egy jó apa voltam. Olyan jó apa voltam, amíg csak tudtam lenni. Tehát megtettem a legjobbamat, de a legjobban korlátozva volt azzal, hogy mi volt az én érzelmi állapotom, és mi volt a belátásom. Tehát én azt javaslom, hogy a bűnözetet küldjük a fenébe, és lássuk be, hogy mi történt, és hogy most tudunk, hogy tűnni a gyerekeinknek, illetve saját magunknak, hogy ne ismételjük ezeket a mintákat. De a bűnérzetnek sok helye nincsen itt, mert senki sem bűnös ezzel kapcsolatban. Valaki már... és még azt mondanám is, hogy ütöd és vered a gyerekeit, gyerekeidet miért teszed, mert vele tesztették, és te így tudod. Tehát még te se vagy bűnös. Felelős vagy, de nem vagy bűnös. Azt is szokták mondani, hogy aki drogfüggő, annak ilyen kemény szeretetre van szüksége, tough love-ra. Ugye tough love. Hogy így érzelmileg el kell távolodni a szülőnek a drogfüggő gyerekétől, és ilyen... Ezt magyarul kemény szeretetnek hívják? Igen. Igen. Hát én azt mondom, hogy vagy kemény, vagy van szeretet, de nincs kemény szeretet. Szeretetben nincs semmi kemény. A szeretet nagyon lágy és gyengéd, és meleg valami. Ami kemény, az a büntetés. Tehát mikor kemény szeretetről beszélnek, büntetésről beszélnek. Ez nem segít. Sőt, kárítja a dolgokat, mert a függő, miért függő, mert nagy fájdalomban van. És hogy a kemények bánnak vele, csak fokozódik a fájdalom. Hogy fogok ezzel segíteni? Sok tragédiát láttam Kanadában, hogy volt egy függős kamasz, vagy egy fiatal ember, és a szüleik mentek a szakemberekhez, az expertekhez, akik javasolták ezt a kemény szeretetet. És ebből sok tragédia lett sokszor. Sőt, még majdnem hihetetlen, de többször hálát fejezte ki felém olyan szülők, akik a gyereke túladagol miatt meghalt, és persze ezt nem gondoltam volna, hogy egy könyvet, amiben kiírom, hogy a függőségnek a gyerekei trauma az alapja, hogy egy szülő, aki elvesztette a gyerekét, nekem megköszönni ezt. De azért köszönik, mert azt mondják, most már legalább megértem, hogy mi történt. És sajnos, ha ezt tudtam volna, másképpen viselkedtem volna. De én ezt a kemény szeretetet adtam a gyerekeinek, mert így tanácsolták a szakemberek. Ha már valaki függő, mi a felépülés, a recovery útjai, hogyan lehet? Ja, a függőségnek a felépülése? Nézd, én azzal kezdem, hogy mindenkinkben, amikor beszéltünk a saját magunktól elszakadást, elidegenesítést, egyébként a Max Károly nagyon szépen fejezte ki 19. században, azt mondta, hogy az ember el van idegedve saját magától. A másoktól, a világtól, a természettől, a munkájától. Teljesen igaza volt. De hogyha el van idegedve saját magunktól, az azt jelenti,
hogy van egy igazi magunk, van egy igazi ilyen, akitől elidegenedtünk. Az azt jelenti, hogy az igazi én bennünk volt gyerekkorunkban, mióta megszülettünk, nem is tudjuk elveszteni. El tudjuk veszteni vele a kapcsolatot, de magát az igazi ént nem tudjuk elveszteni. Tehát a kérdés az, hogy tudunk hozzá visszakapcsolódni. Na most angolul, mikor a függőségtől kigyógyulást akarják kifejezni, azt a szót használják, hogy recovery. Nem tudom, mi lenne a magyar. Felépülésnek fordítják ezt. Jó, felépülés, jó. Angolul a recovery azt jelenti, hogy megtalálni valamit. Tehát, if I recover something, megtaláltam valamit. Úgyhogy megkérdezem az emberektől, akik felépültek a függőségből, hogy mit találtál meg megint, meg most angolul beszélek, akkor azt mondják, hogy megtaláltam saját magamat. Tehát ez a célja. Hogyha felépülünk, akkor mit épülünk fel? Mit építünk fel? Saját magunkat. Szerintem nem felépítjük, hanem megtaláljuk. De felépülés egy jó helyettes. Na most, mi ennek a módja? Sok módja van, de azzal kell kezdeni, hogy a függőség nem egy hibánk volt, tulajdonképpen a függőség egy, a szervezetünknek egy nagyon érthető és normális próbája volt arra, hogy jobban érezzük magunkat a világban. Teljesen megérthető. Nem is megbocsájtató, mert nincs semmit, nem kell megbocsájtani. Hát el kell fogadni magunkat, ezzel kezdjük. Aztán a terápiának és a gyógyulásnak több módja van, erről most nem tudok hosszabban beszélni, de szerencsére több módja is van. Persze a 12 lépés az is segíthet, az ember bevallja, elfogja, hogy bajom van, mások előtt elismeri, komolyan veszi felelősséget, választ, ez mind nagyon-nagyon jó. Egy mély okból nem teljesen egyezek meg a 12 lépésekkel azért, mert nem ismerik fel a traumát, betegségről beszélnek. Én pedig másképpen látom, de maguk a lépések nagyon jók, szerintem. Tehát ez egy kezdet, de amellett a kezelésnek, hogyha nincs, a trauma megértése nincs meg a kezelésbe, akkor én szerintem sikertelen lesz. Még hogyha ezt a viselkedést abba is hagyjuk, másik módon fogjuk kifejezni ugyanazokat a dinamikusokat. És tipikusan egy függős, hogyha egyik függőséget abba hagyja, elkezdi a másikat. Például akik abba hagyják a dohányzást, hirtelen meghíznak. Mert magával, traumával még nem álltak szembe, csak egy viselkedést abba hagyták. Van egy kérdésed? Ez én szerintem a hiányok nekem. Az előbb meg ugye azt állítottam, nem tudom, hogy mondattal ezelőtt, hogy a függőséget azt nem tekinthetjük betegségnek, vagy nem feltétlenül. Yeah, pontosan. És igazából, hogyha beszélte arról, hogy a test és a lélek az egy és ugyanaz gyakorlatilag, mégis így a modern tudományban szét van választva, hogy van a pszichológia, ami foglalkozik a lélekkel, meg van a pszichiátria, orvostudomány, ami a testtel. Akkor azt mondod, hogy ez gyakorlatilag meghaladott, és hogy igazából pszichológus, pszichiátereket, orvosokat kéne képezni, aki a testet és a lelket is tudja. Hogy kérdezze meg tőletek valamit, jó? Hogyha utolsó 5-10 alatt voltál egy szakemberhez, egy reumatológushoz, vagy egy szívorvoshoz, vagy egy tüdőorvoshoz, vagy egy bélorvoshoz, vagy egy bőrorvoshoz, dermatológus, csak emeld fel a keredet, jó? Köszönöm. Na most emeld fel még egyszer a kezedet, hogyha megkérdeztek tőlek, hogy milyen traumát érezted gyerekkorodban. Vagy milyen stressz alatt érsz most.
egy jó orvostót, kettő. Hogy milyen viszonyod a pároddal? Megkérdezték tőled? Téged, jó? Jó orvosod. Hogy érzed magad a munkával szemben? Ezek a kérdések nagy hatással voltak a te betegségedre, legtöbb esetben. Miért? Gábor, Amerikában többen fölteszik a kezüket? Többen fölteszik a kezüket Amerikában erre a kérdésre? Abszolút semmit. Senki, sehol. Sehol. Ember, említek két magyar embert nektek. Egyik a Selye János, akiről esetleg hallottatok, ő egy osztrák-kanadai magyar, egy magyar katonatiszt volt az apja, kivándorolt Kanadába, és ő tette a stressz laboratóriumba a nagy kutatásokat a stressznek a fizikai hatásairól. És ő mutatta ki, hogy a stressz meghatja a beleket, fékelyt okoz a belekbe, lenyomja az immunrendszert, stb. És a munkája világhíres volt, majdnem megkapta a Nobel-díjat, szerintem meg is érdemelte. És a Selye János azt mondta, hogy a mai világban a legnagyobb stresszek érzelmiek, és a legnagyobb stressz az, amikor az akarsz lenni, amit te nem vagy. Értem, amikor el vagy idegenedve saját magát. Ezt mondta a Selye János. Volt egy másik magyar származású orvos, egy erdélyi orvos, Weiss Soma volt a neve, aki a Harvard Orvosi Egyetemen tanított a 30-as években. Nagy kutató volt, és még mai napig minden évben Harvardban van egy nap az ő nevébe, egy kutatónap, ami utána van elemezve. És ő 38-ban adott egy leckét egy orvostanhallgató osztálynak, és ez a lecke ki is volt nyomtatva a Journal of the American Medical Association, az Amerikai Medical Szervezetnek a magazinjába, amiben a Weiss Soma azt mondta, hogy a betegség alkotásába épp olyan fontosak az érzelmi tényezők, mint a fizikaiak, és a kezelésbe is legalább olyan fontosnak kell lenni. Beszéltem 3 évvel ezelőtt egy harvardi pszichiáterrel, aki azt mondta, hogy mai napig, hogyha a test-lélek egyiségéről beszélsz, majdnem elveszted a karrieredet Harvardba. Tehát annak dacára, hogy a tudomány több tízezer kutatás után pontosan kimutatta, hogy az érzelmi életet és a testet és a fiziológiát, az immunrendszert, az idegrendszert, stb. Nem lehet elvágni egymástól, mert egy egységet képviselnek, és az ember csak úgy tudunk megérteni, és a betegséget úgy tudunk megérteni, hogy ezt az egészet látjuk. Na most nagyon érdekes ezzel szemben a magyar nyelv, mert miről beszélünk? Egészségről beszélünk. Hát ez mit jelent? Az azt jelenti, hogy egészek vagyunk. És a betegség éppen ennek az egészségnek a kibillentéséről szól. Mondok egy példányt. A szklerózis multiplex, ami egy idegrendszernek egy autoimmun betegség. A 30-as években az aránya a férfiak és nők között 1:1 volt. Tehát minden férfire volt egy nő, aki ebből diagnosztizálva volt. Tudjátok, hogy mi most az arány? 3 nő, 3,5 nő minden férfire. Na most ez mi okozhatja? Nem genetikus, mert a gének nem változnak 80 év alatt.
nem az étel vagy a klíma, mert ez nem változott egyik nemnek, mint a többet, mint a másiknak. Sok, amikor a Sclerosis Multiplex először le volt írva a 19. században egy Jean-Marie Charcot nevű ideggyógyászal által, ő azt mondta, hogy ez a betegség a gyásznak és a stressznek egy kihatása. Azóta tucatnyi kutatás kimutatta a stressz, a trauma és a Sclerosis Multiplex között a kapcsolatokat. Tudományosan nem is vitás. Erről az átlagos, neurológus, idegorvos nem tud semmit. Nem is tudják ezt. Annak dacára, hogy a kutatások ezt kimutatták, és annak dacára is, hogyha a paciens ezt belátja, és másképpen áll a stresszéhez, és megtanulja a betegségnek a leckéjét, akkor javulni tud. Akkor gyógyulni tud. Tehát ez majdnem botrányos, ez a hiány, illetve az a elszakadás a tudomány és az orvosi tudomány és az orvosi gyakorlat között a mai világban. Mert a tényleg tudományos alapon nem is lehet elvágni az érzelmét. Ez könnyű bebizonyítani nektek, ez egy pillanatnyilag bebizonyítom. Ha most például meg akarom változtatni mindenkinek a fiziológiát most ebbe a terembe, megváltoztatni a szívdobogásod ütemét, vagy a idegrendszer állapotját, vagy a hormonoknak az állapotát, nagyon egyszerűen meg tudnám tenni, egyszerűen kivennék egy fegyvert és fenyegetnétek titeket. Pillanatja alatt megváltoztat mindent, teljesen érthető. Ez az egység fent áll 24 órán keresztül, 60 percben minden órában. És ezek nem veszük észre, hogy én fenyegetlek téged, akkor észrevennéd. De ha pároddal például veszekszel, ugyanaz. Hogyha fájdalmat érzel lelkileg, ugyanaz. Ha lenyomod az érzéseidet, ugyanaz. Tehát, hogy ezt nem látjuk be orvosilag, az majdnem hihetetlen. De így megy. Eljött az a pillanat, amikor kinyitnám a beszélgetést felétek. Hogyha van kérdésetek, akkor emeljétek fel a kezeteket. Reméljük, ez nem fog a kortizol és az adrenalin szint növekedésével járni. Igen, nekem elég volt adni az előbb a mikrofont, és megváltozott az egész személyiségem. Ehhez lenne kapcsolatos a kérdés egyébként, hogy ez miért hiányzik? Ez a mazorosi világban? Igen, mert olyan, mintha elmennék egy főorvoshoz a megyei kórházba, és tulajdonképpen a lényeget nem tudná. Ennek persze azt is akarom hangsúlyozni, hogy nagy csodákat ér is érni a modern orvosság, orvosi gyakorlat, tehát én nem szapolom, vagy nem kicsinyítem a teljesítményeket, csak azt mondom, hogy egy nagy hiány van bennük. És miért van ez a hiány? Nézd, az átlag orvos 4, 5, 10 év képzés alatt nem is hallja a trauma szót. Nem is, egy leckét nem kapnak a traumáról. Annak dacára, hogy sok kutatás kimutatja a traumának a fizikai, lelki, elmei hatásait. Miért nem? Bocsánat, kérlek. Csak hogy ez mintha nem okkal hiányozna, és lenne ezáltal tulajdonképpen mérgező és toxikus ez a társadalom, mert az benne lenne, akkor tán nem lenne ennyire ugye okokozott, hogy hogyha kezelik normálisan egy beteget a Sclerosis Multiplex-el úgy, hogy nézik, hogy mi történt vele, nem csak magát a betegséget, akkor ez idővel minden betegnél ugye meggyógyulna, és ez egy körforgást indít be valahol, ami egy egészségesebb. Sokat a gyógyulást tudnánk hatásosítani, hogy ezt belátnánk. Hogy mi nem látjuk be, először is minden intézmény egy társadalomban, annak a társadalomnak az uralkodó ideóját fejezi ki, és erről is tudomány se. Tehát ez a fogyasztó, materialista, világkapitalista rendszer
nem szeretni látni, hogy az embereknek lélekre is vannak, mert hogyha lennének, akkor nem kezelnék őket úgy, ahogy kezeljük. Tehát, hogy ezt belátjuk, hogy belátnánk egész más társadalmat kellene alakítanunk. És ehhez az orvostan is hozzájátszik. Ez az első. Másik az, hogy mikor megnézed, hogy ki lesz orvos, kimegy orvos, az orvos tanulmány egy nagyon nehéz és stresszes és traumazáló folyamat. Mondok egy példányt. Nem tudom, ha nem vagytok tudósok, esetleg nem tudjátok, hogy mi az a telomér. Hallottál erről? Telomér. A telomér ez egy ilyen, a kromoszomokon egy ilyen, mint a ezt hogy hívják ezt a zsinót? Cipőfűzőn a... Cipőfűző, köszönöm. A cipőfűzőn kőben végén van egy kis glue. Ilyen pecak. Ja, hogy ne jöjjön szél a cipőfűző, tudod? Hogy együtt maradjon. Most a kromoszom végén is van egy ilyen kis struktúra, aminek telomér a neve. Most mikor születünk, akkor telomérek nagyon hosszúak, idővel ezek rövidebb lesznek, rövid és rövidebb, és mivel rövidebb, annál rövidebb az életünk, és annál betegek vagyunk. Mert ezek védik a géneket, védik a kromoszomokat. Na most, ezt meg lehet mérni, és ki van mutatva, hogy akik stresszelt vannak, azoknak rövidebbek a telomérjeik. Ezt értették, amit mondjam? Na most, megnézték az orvos tanulóknak a telomér hosszúságokat, összehasonlítva másokkal az ő korukban, sokkal inkább rövidítettek egy év alatt, mint a másoknak. Ez azért van, mert az orvos tanulmány olyan stresszes. Amerikában például, hogyha megnézték a fekete nőknek, általában a feketéknek a telomérjeiket, 6 vagy 7 évvel rövidebbek, mint a fehéreknek. Miért? Mert a rasszista stressz alatt a stressz, ez rövidíti az életet. És közöttük sokkal több a betegség. A rasszizmus miatt. Na most az orvosok, kimegy orvostannak, olyan valakik, akik én voltam, munkamániások, elhanyagolják sajnos egészségét, és stressz alatt élnek. Tehát, hogy olyan stressz alatt élnek, és traumát éreztek. Na, miért voltam én munkamániás? És miért olyan görcsösen akartam orvosnak lenni? Mert milyen üzenetet kaptam kisgyerekkoromban, hogy én nem vagyok, engemet nem akarnak. Na most, ha téged nem akarnak, tudod, mit csinálsz? Menjél orvosiskolába. Na, akkor mindig akarni fognak. Mikor születnek, mikor haldoklanak, és minden krízisben két széles pont között. Tehát minden, amit bebizonyítod magadnak, hogy mennyire akarnak téged. De ez egy függőséget okoz, mert ezt a kívülről kapod, ezt a érzést, hogy engem meg akarnak, és mindig benn van benned a kételj, hogy legalábbis tudat alatt, hogy igen, akarnak engem, de engemet akarnak, vagy azt akarják, amit itt teszik nekik. Tehát ez soha kielégítő. Ilyen emberek mennek orvostanra. Tehát nem látjuk meg a saját traumáikat, a stresszüket, hogy látnának a pacienseiket. És emellett semmi a képzésük alatt nem figyelmeztetje őket erre. Ezért van. Ki volt a következő? Ott adod. Először is köszönöm szépen a lehetőséget. Szívesen. És örülök, hogy itt van. Egy csomó kérdésem lenne, viszont az, amit már az előbb átjártuk ezeket a témákat, én úgy érzem, hogy az utóbbi időben, és szerintem pont az elmúlt 2 év ez bebizonyította, hogy mindezek a dolgok, amik nem mennek át, úgymond van ez a hagyományos orvoslás, van egy alternatív orvoslás, és van valahol egy ilyen integratív, ami a kettő egyessége, és mindig a kettő egyessége több lenne. Az integratív? Integratív orvosságról beszélsz? Hát, amikor egyesítjük akár. Csak mondok valamit. Én nagyon ismerem az integratív orvosság, és érdekelem is őket, de az dolgok érzelmi részét nem látják be. Uh-huh. Azt ott onnan is hiányzik. Csak folytasd. Akkor lehet, hogy nekem voltak egy ilyen kis hiányosságok. Arra gondoltam, hogy mondjuk van egy hagyományos orvoslás, ami, ahogy elmondta, hogy benne van minden, amit úgy mondva a gyógyszeripar, és így tovább.
És akkor van egy ilyen a lelki eredete, és mindennek van egy lelki eredete. Yeah. De nagyon sok esetben is ezt érzékeljük, hogy mind a két esetben játszik egy ego, és próbálnak egymással versenyezni, hogy most akkor ki lesz az, aki jobban megoldja azt a gondot, és hogyan lehetne azt elérni az elkövetkezendő időben, mert szerintem már van a legnagyobb szükség, hogy mind a kettő... Ki az, aki jobban megoldotta a dolgot? Mármint ki között? A kettő között, mert mind a kettő... A hagyományos sorosság között. Igen, illetve úgymondva az alternatív vagy. Nézd, megint el kell ismernünk a hagyományos orvos gyakorlatnak a nagy sikerei és diadalmait. Tudod, sokat értek el. De a kronikus betegségek eszembe nagyon analfabéták, és legjobb esetben csak a tüneteket csökkenteni tudják, de nem tudják megoldani az okjait. Nem is ismerik az okjait. Ez így van a kronikus betegségek eszembe. Azok hud dolgokkal szemben nagyon jól feláll a mai orvosság, vagy hogy eltöröd a csontjaidat, gyönyörűen meg tudják gyógyítani. Ha szembajod van, meg tudják gyógyítani, attól függ, hogy mi az oka. Sok csodát érnek el, de a dolgoknak az okát nem értik, és nem is állnak hozzá. Az alternatív metódusok többet nyújtanak sok szempontból, de mondom, az ért dolgok érzelmi hiánya, érzelmi részét, ők sem nagyon értik. Szerintem az ember, hogyha nézd, hogyha te egy dobostodát akarsz venni, mész egy henteshez? Valószínűleg nem. Valószínűleg nem. És hogyha egy valamivel húsféle ételt akarsz venni, mész egy pékhez? Nem. Miért? Nem áll. Nem kapom meg. Ja. Hát ezt tanácsol az embereknek, hogy mentek a hagyományos orvoshoz, ne váljátok el tőle, hogy a dolgoknak a szélesebb okaival foglalkoznak. Megteszik, amíg megteszik. És oda menjél, ahol megtalálsz a szükséges segítséget. Illetve akkor menjél alternatív orvoshoz, vagy kezelőhöz, vagy gyógyítóhoz. És ebbe hozzáhozom az ókori, illetve például a spiritális és többi dolgot. Nem fogod egy helyen megtalálni mindazt, amire szükséged van. De magadban viszont megtalálsz mindent, amire szükséged van. Tessék? Magadban viszont megtalálsz mindent, amire szükséged van. Nem értem, hogy ez. Magadban viszont megtalálsz mindent. Ebbe teljesen igazad van. Én azt állítom, és úgy is látom, hogy mindenkiben megvannak a gyógyulásnak és az egészségnek a lehetősége, és ezt meg is lehet találni. Sok munkával, sok kifeszítéssel, erőfeszítéssel, de meg tudod találni. És a mai orvostan éppen azért azt a nagy hibát követi el, hogy nem hívja ki az embereknek ezt a képességét, hogy megtalálják magunkban a válaszokat. Pedig az új könyvben például van egy fejezet, amaz a címe, hogy a betegség, mint tanító. Na, senkinek se javaslom, hogy betegedjen, hogy tanuljon valamit, de azt is tudom, hogy azok az emberek, akik belátták, hogy ez a betegség nem csak a véletlen, vagy az égből jövő csapást jelent, hanem az életükről kifejez valamit, és megtanulták a leckéket, ezek sokkal jobban épülnek fel, mint azok, akik ezt nem látják be. Tehát amikor betegek vagyunk, nem azt mondom, hogy örüljük nekünk, vagy nem kívánunk senkinek, de lehetséges a betegségből tanulni. Ott hátul volt egy... Először is azt szeretném kérdezni, hogy tegezhetem önt? De hol vagy? Itt vagyok. Jaj, szóval. Tehát nem probléma, ha tegezve teszem fel a kérdést? Hát, légy szíves. Jó. Azt szeretném kérdezni, hogy itt beszéltünk a toxikus kultúráról. Yeah. És hogy milyen jövőképed van azzal kapcsolatban, hogy az elmúlt 10 évben ilyen új keletű függőségek is vannak, mint az okostelefon, amit már gyerekek is nagyon korán elkezdenek használni, stb. Stb. Nézd, szerintem utolsó 10 alatt a dolog csak két dolog történt.
párhuzamos, és nem véletlen, hogy így történnek a dolgok. A társadalmi körülmények én szerintem rosszabbadnak napról napra, aminek több oka van, de ez a rendszernek egyik, ez a módja, hogy legtöbb embernek rosszabbodik a helyzete. Világszerte egyébként. Nem mindenkinek. Például a billionaire osztálynak a Covid alatt nagyon felment a gazdagsága. Legtöbb embernek lesüllyedt a gazdasági helyzete, de a leggazdagabb emberekben a világban ők sokkal jobban vannak, mint voltak. Erre nagy szüksége volt, persze. Abban a helyzetben vagyunk most, azt hiszem a legutolsó statisztika rend szerint a 8 leggazdagabb embernek annyi gazdasága van, mint a humanitásnak a 50%-a, az alsó 50%-a. Ez a mai világ. Ezzel szemben ez több ember belátja, és ezzel több inkább szemben is állnak is. Na most nem véletlen, most nem magamról beszélek, de az én tapasztalom az, hogy például most a könyveimmel megjelentek, mikor az első könyvben megjelent Kanadában a szétszólt elmék az ADHD-ról, akkor volt egy magyar pszichológus, aki két fejezetét lefordított a magyarra, és bemutatta egy magyar kiadónak, hogy esetleg itt Magyarországon kiadják ezt a könyvet, az volt a válasz, hogy erre nincs szükség. Gondoltam magamat, csak váljunk egy pár évet. Na most azóta a könyvem megjelentek 31 országban, az új könyvem is legalább 20 országban meg fog jelenni, és akárhova megyek, nagy közönségek vannak, emberek nagyon elismerők, hálásak, stb. A film, ami a munkámról szólt, már 7 millió ember látta világszerte. A könyvek a traumáról, a Bessel van der Kolk ismerősömnek, egy pszichiáter, van a könyve, The Body Keeps the Score, ezt ismertek itt? Mi a címe magyarul? Testlázadása? Nem, az én könyvem, bocsánat kérek. Nem az én könyvem beszélek, a Bessel-nek a Body Keeps the Score. Ja. Nem tudom, hogy jelent milyen címmel, hogy a test minden számon tart. Jó. Ez a New York Times number one bestseller, már évek óta. Ki hitte volna 10 évvel ezelőtt, hogy egy nagyon nehéz könyv traumáról egy bestseller lesz. És nem csak az egyetlen példány. Tehát ez azt jelenti, hogy ahogy a helyzet rosszabbodik, az emberek inkább felébrednek. Ezt látom. Hogy mennyire ébrednek fel, és hogy milyen gyorsan, az más kérdés, de legalább történik. Legalább történik. És ez nekem ez egy pozitív jel. Köszönöm, hölgy. Aztán te is voltál, meg ott is. Köszönöm. Szeretném megköszönni. Először is, hogy itt vagy, és hogy beszélhetünk. A másik, hogy beszéltünk arról, vagy beszéltél arról, hogy önmagunkhoz visszatalálni és a kapcsolódás. Yeah. Viszont mi van akkor, hogyha ez azzal jár, hogy nem tetszik a környezetnek, és konfliktus szül? Lehet, ki akarna magától konfliktusba keveredni? Nézd, egy fájdalom és fontos kérdés. Erről is van egy fejezet az új könyvemben, amiről arról beszélek, hogy az autentikus lényünk és a kötődés között a tension between authenticity and attachment. A szövetség. Feszültség. Na most gyerekkorban mi történik, erről már beszéltem. A gyereknek megvan az a szükséglete, hogy érzed minden érzését. Teljesen. Miért egy szükséglet? Mert hol fejlődtünk ki, mint egy emberi faj? Kint a természetben. Mennyi ideig éljük túl a dolgot, hogyha nem érzük a félelmünket? Vagy a haragunkat? Tehát ez egy életkérdés. De még egy nagyobb életkérdés az, hogy kötődjünk valakihez, mert ha nem kötődünk senkihez, akkor mint kis csecsemők tehetetlenek vagyunk, és nem is tudunk élni. Tehát megvan a szükségletünk érzelmi és fizikai kötődéshez, és megvan a szükségünk autentikusság
szemben. De mi lesz a gyerekkel, hogyha, erről már beszéltünk, például, hogy a szülő követi a Jordan Petersonnek a bal tanácsát, hogy hogy a mérges gyereket el kell utasítani. Akkor a gyerek abban a helyzetben van, hogy érezhetem az autentikus testemet és érzelmeimet, vagy kötődni tudok a szüleimhez, de mind a kettőt nem tudom megtenni. Most melyiket fogja választani a gyerek? Gondolod? A kötődést. Mindig. Nem is egy választás. Ez automatikusan így megy. De az azt jelenti, hogy megtanultad, hogy engem, hogy én illeszkedjek be a kapcsolatokba, másokba, másokhoz tartozó ugyak, viszonyba legyek, el kell nyomni az autentikus magamat. Aztán feljössz rá, felnőttbe, hogy ez engem boldogtalanít. Esetleg meg is betegít. De hogyha még mindig félsz attól, hogy ha autentikus leszek, akkor vissza fognak utasítani. A különbség az, hogy már nem vagy kisgyerek. Mint egy felnőtt, már tudsz választani. Ha szerencséd van, és hogy a környezetet ez megengedi, akkor tudsz kötődni is, és autentikus is lenni. De hogyha nem, akkor el kell határozni, hogy mi neked fontos. A kötődés, vagy saját magad. Ha a kettőt nem lehet összeéleszteni, akkor sajnos de a nagy különbség az, hogy akkor nem volt segítséged. Most már tudsz segítséget kérni. Akkor még nem érezted az erődet. Most már tudod. Akkor még rá volt szorulva a kötődése. Most már nem vagy. Tehát ezt nem csak már a hónapra kell határozni, ez naponta kell határozni, és esetleg ezen dolgozni is kell. De ez a legfontosabb kérdés a világban, hogy ki leszek, az, aki én vagyok, vagy az, akit másik akarnak. Ezért mondta a Shelley, hogy a legnagyobb stressz az, hogy az akarok lenni, ami nem vagyok. És azt honnan tudom, hogy ki vagyok? Tehát, hogyha olyan régóta elnyomtam honnan már... Honnan tudod, mész? Az, hogy melyik az autentikus én, hogy azt én csak felvettem, vagy tényleg én mondjuk, van egy ilyen jó érzés? Nézd, akkor megkérdezem, most mit érzel most magad, saját magad? Adrenalint. Ebben a pillanatban. Szorongást, félelmet. Na most hol van ez a szorongás? Hol van ez a szorongás? Hol érzed? Torkom, meg itt. A torkomban és a mellkasodban. Ja? Most figyelj rá egy pillanatra. Hallandó vagy erre? Igen? Figyelj rá! Most nyisd ki a szemed, vagy csukd be a szemed, ahogy akarod, de figyelj rá a szorongásra. Tényleg, tedd oda a figyelmedet. És mi történik, hogy ezt veszed? Szembenézés a félelmemmel, és utána megnyugvás. És most félelem jön fel. Igen? Most kezdek megnyugodni. Kezd? Megnyugodni. Megnyugodni? Mm. Oké. Okay. És miért gondolod, hogy meg kell, hogy miért gondolod, hogy ez megnyugodik most? Tudod, miért nyugodik meg? Gyerekkorodban a legnagyobb szükséged az volt, hogy rád figyeljenek. Arra figyeljenek, hogy mi történik veled. Ezt a gyereked megműtjatja. Ha te figyelsz rá, akkor megnyugodik. De ki figyel rá? Ki az, aki erre ráfigyelt? A belső felnőtt. Ez te voltál. Itt van az igazi éned. Igazi, aki figyel és észreveszi és elfogadja. Hát így fedezzük fel. Jó? Köszönöm szépen. Szívesen. Másik oldalon is adjunk egy embernek szót. Igen, köszi én is, hogy itt vagy nálunk Budapesten, és lehet hallani téged. Még nagyon hasonló, csak apai minőségből, gyakorló apaként, hogy a gyerekeket hogy lehet ebben kísérni, hogy én 10 éve abban élek, hogy... Megkérlek, hogy egy kicsit lassabban beszélj. Bocsánat. Ne kérlek, bocsánat, csak kicsit süket vagyok. Tényleg.
Hát én 10 éve abba élek, hogy minden nap valaki sír. Vagy az ex-párom, vagy a gyerekeim, vagy én. Ja. De hogy... Hogy valaki sír? Igen. Aha. És hogy elsősorban, hogy a gyerekeket hogy lehet abban kísérni, hogy ezt az óriási amplitúdót, ami mozognak érzelmileg, miközben stresszes vagyok, meg türelmetlen, és jön az automatikus hang, hogy leoltsam, hogy most már elég volt, meg, hogy adni ezt a teret, hogy ezt az amplitúdot tényleg meg tudja élni, és egyrészt az is a kérdésem, hogy objektíve, hogy ezt ők tényleg elbírják-e? Nézd, elbírják attól függ, hogy te hogy állsz a dolghoz. Na most hány éves a gyerekeid? A legnagyobb 10, a kicsi 4, és van még egy kisebb, 2. Na jó, gratulálok. Mikor jöttél rá, hogy van benne valami trauma, valami szorongás, amire figyelni kell, és amit ki kell dolgozni? Mikor volt? Hát mondjuk 6 évvel ezelőtt, amikor elkezdtem terápiába járni. Jó, tehát akkor a legidősebb gyereket 4 éves volt. Ezek szerint. Na most, hány éves voltál te, mikor a te szülőid rájöttek, hogy traumatizálva voltak, és elkezdtek dolgozni saját magunkon? Soha, ugye? Mit jelentett volna neked, hogy ezt 4 éves korodban megtették volna? Máshogy növök fel, az tuti. Ja, ezt az ajándékot már megadtad a gyerekeknek. Tehát nyugodj meg. Te már teszed, amit tudod. Na most lehet, hogy még többet is terápiára van szükséged, de a legjobban úgy támogatod a gyerekeidet, hogy saját magadat gyógyítod. Felépíted. Mert ők érzik benned. Tehát minél nyugodtabb vagy, minél elfogadóbb vagy saját magával szemben, annál inkább nyugodnak ők meg. Jó? Szóba került az ayahuasca, és az, hogy ön visz a klienseket ilyen elvonulásokra. Yeah. Ugye ez itt Magyarországon egy ördögtől való dolog, a pszichedelikumok és a, nem tudom, a pszichedelikumok, psychedelics, hogy ezekkel való terápiázás. Én magam is voltam tavaly Perúban ilyen elvonuláson, és tudom, hogy ez milyen fizikai, érzelmi állóképességet kíván meg, hogy hogy jut el oda egy terápiában lévő személye, hogy azt mondja, hogy ez egy jó dolog lesz neki, és elviszi egy ilyen elvonulásra. Hogy alakul ez a dolog? Szóval hogy dolgozok én ezekkel a szerekkel? Most három hónap, bocsánat, mikor volt ez? Március vége felé, tehát két hónapja. Részt vettem egy szertartásban, Brit Kolumbiában, Kanadában lakok, kb. 15-16 benszülőt vezetővel. Na most a kanadai benszülöttek a világnak az egyik legtraumatizált csoportját jelentik. A gyerekeiket az állam kirabolta tőlük egy több mint 100 év alatt. Forszírozták őket, hogy ilyen rezidencia, bennlakó iskolákban menjenek a gyerekek, akiket a katolikus egyház vezetett. Az egyik az a egyik chief, egyik főnök. Főnök, aki ebből a szertartásból részt vett, egy héttel később ment a Vatikánba egy ilyen delegációval Kanadából, hogy a pápa bocsánatot kérhessen a kanadai benszületlenek, hogy milyen borzalmasan kínoszták a gyerekeiket 100 évig. Ezekben a bennlakó iskolákban meg volt tiltva, hogy a saját nyelvüket beszéljek, és ismerek egy 60 éves nőt, amikor 4 éves volt, amikor megérkezett a bennlakó iskolába, megtette azt a nagy hibát, hogy a törzsi nyelvét beszélte, erre egy tűt szúrtak a nyelvébe. És egy óráig ez a kisgyerek nem tudta betenni a nyelvét a szájába, mert akkor megvágta volna az ajkait. Ez volt a kezdete. Utána jött a szexuális zaklatás, a ütés, a verés, stb.
Már amikor 9-7 éves volt, már lokalista volt. Ez a delegáció elment a Vatikánba, hogy a pápa bocsánatot kérjen, és ez volt a legsekélyebb és szerintem elégtelen a bocsánat kérés, amit valaha hallottam. A pápa azt mondta, hogy bocsánat kérek azért, hogy amit egyes katolikusok ellenetek követtek el. Egyes katolikusok. Az azt jelenteni, hogy egy német jönne a zsidókhoz, és azt mondaná, hogy bocsánat kérek azért, amit egyes németek tettek a zsidók ellen. Vagy egy orosz bemenne Ukránba, és azt mondaná, hogy bocsánat kérek, amit egyes oroszok követtek az ukránok ellen. Érted? Na most, ezek a főnökök, sok trauma van a benszülöttek közül, sok a függőség, az öngyilkosság, az elmebetegség, az erőszakosság, a gyereknek a szexuális zaklatása. Sokat beszélnek erről, de ezek a főnökök elhatározták, hogy gyógyítást akarnak nyújtani a népieknek, és ezt a gombával, a pszichedelikus szilocibin gombával akarják intézni. És de mielőtt a közösséghez viszik ezt a gyógyítási lehetőséget, ők akarnak gyógyulni, és ezért meghívtak, hogy részt vegyek egy ilyen szertartásba velük, a gombával, és abból áll, hogy mielőtt a szertartás elkezdődik, egy napig csak megbeszéljük a bajaikat, a traumájukat, a kívánságaikat, az indokaikat, stb. Elkészülünk a szertartásra, aztán átmegyünk a szertartáson, ami a második napon történik, a harmadik napon pedig megtárgyaljuk, hogy mit tapasztalt, ki mi, és hogy mi vannak a jelentősége, mit tanultak, minek örültek, mitől féltek, és hogy folytatólag, hogy fogják ezeket az eseményeket feldolgozni és beéleszkedni az életükbe. Tehát általában ez úgy néz ki, van itt Nyugat-Európában egy csoport, az a nevük, hogy Kiyumi, vezetnek ilyen visszavonulásokat Hollandiába, de először hónapokig online megbeszéljük mindenkinek a lelki bajait, amit akarnak elérni ezzel, vásáikat, stb. Akkor megvan a szertartás, egy 3-4 nap alatt, és utána megint folytatjuk ezt a folyamatot. Tehát azt akarom mondani, hogy nem csak a szertartásról van szó, és nem csak a szedésről van szó, hanem az előkészítésről is, és utána a integration. Integráció. Ja, jó, szép szó. Utána ez mind nagyon szükséges. Akár az ayahuasca-val dolgozol, a gombával, akármivel. Mond. Korábban említetted, hogy szedtél ritalint. Hogy mi? Hogy szedtél ritalint, metilfenidét. Hogy szedtél ritalint korábban, hogy ezt említetted. Szedtem mit? Ritalin. Ritalint? Ja igen, szedtem, mikor először diagnózva voltam a figyelem hiányal, akkor szedtem ritalint egy ideig, igen. Akkor ezek szerint már nem szeded? Már évek óta nem szedem. Évtizedek óta nem szedem. Illetve, mikor ezt az új könyvet írtam, és tényleg féltem, hogy nem fogom megtudni, és hogy kell valami támogatást, szedtem, de csak mellékhatást éreztem. Utáltam. Rögtön abba is hagytam. Tehát nem, minden szer nélkül, minden orvosság nélkül éveztem ezt a legújabb könyvet. Az agyam már más. Ami azt jelenti, hogy az agy fejlődni tud még a felnőtt korba is, még a vén korba is. Ez úgynevezett, hogy neuroplasticity. Neuroplaszticitás. És én mindig mondom, hogy hálás vagyok a neuroplasticitynak, mert 78 éves koromban nem szeretnék olyan hülye és éretlen lenni, mint 77 éves koromban voltam, tudod? Tehát ezért nem szedem. De hogyha valakinek szüksége rá, én nem ellenzem. Jó?
Jó, igazából ennyi. Talán még egy annyi kiegészítés, hogy látod-e, hogy lehet-e valamilyen mindful módon integrálni ezt, ugyanúgy, mint az összes többi stimulást az emberek. Most van ez még esetleg lassabban és hangosabban, jó? Lehet-e integrálni valamilyen tudatos módon az emberek életébe, mint a többi stimulással megtesszük például a kávéval? Lehet, hogy az ember tudatosan elvállalja, akkor lehet, persze. Persze, hogy lehet. Amíg ott volt egy kérdés valahol, ezt most mondja gyorsan. Hogy az előbb itt volt ez a kérdés, no, hogy... Nem, bocsánat, hol én vagyok. Jaj, okay. Az előbb itt volt ez a kérdés, hogy a szüleid hány évesek voltak, amikor rájöttek az ő saját traumáikra. És senki szerintem nem gondolja, hogy nagyon sokan rájöttek senki volna. Senki sem. Dolgunk-e az, hogy egy kicsit velük is fölfelé dolgozunk? Én gyakorló anyaként figyelek arra, hogy lefelé ezt tudatosan kezeljem. Fölfelé ezzel van-e munkánk? Hogy? Hogy a szüleink generációját a szüleiddel? Egy kicsit nyitogassuk, egy kicsit rávilágítsuk. Ja, nézd, ezt a legújabb könyvemet a legidősebb fiammal írtam. Ez volt a gyerek, akit 3 éves korában arcba csaptam, mert méges voltam rá, most nem ismételem az eseményt. És ez volt, ezt együtt írtam, segített nekem írni, nagy segítsége volt neki, ő ennek a könyvnek a megvalósításába. De a következő könyvünknek, ami már egy 2 könyves szerződést kaptunk a kiadóktól, ez volt az első, a másik könyv, amit 50-50 alapon így fogjuk megírni, az a címe, hogy angolul ezt mondom, aztán lefordítom magyarra, Hello Again, A Fresh Start for Adult Children and Their Parents. Tehát hello megint, egy új kezdet a felnőtt gyerekeknek és a szüleiknek. És a fiammal ezzel a címmel egy tanfolyamot is, illetve egy visszavonulást is és vezetünk többször egy évben. Most fogják New Yorkba csinálni októberben. És ez akkor épp erről volt szó. És hogyha azok, akik itt angolul beszélnek, értenek, 16-ban tettük ezt meg legelőször, és akkor ezt megnéznétek a YouTube-on, több 100 000 ember látja. Erről egyszer írtam, hogy mikor lesz magyar feliratozása önöknek. Tessék? Erről pont írtam önöknek, hogy mikor lesz magyar feliratozása ennek a... Nézd, én nem teszem a YouTube-ra semmit, tehát én nem vagyok felelős, hogy ki van írva. Ha valaki legalább fordítani, fordítsa le, de ez nekem semmi közöm nincs. De hogyha megnézed, ott vagyok a fiammal, ott a színpadon, és még ott nyíltan veszekszünk egymással. Tehát mi nem tagadunk le semmit. Tehát, hogy a kérdés az először is, hogy a szülő erre hajlandó. Mert ha nem, akkor nem. De hogyha van benned ez a kívánság, hogy mégis egyensúlyozabb és melegebb és közelebb legyen a viszony a szülővel, akkor megmondhatod nekik, hogy nézzetek, szeretnek titeket, és tudom, hogy titek szeretek engem, de a viszony nem az, ami lehetséges. Hallandó vagy erről beszélni, vagy nem. Vagy igen, vagy nem. Ha igen, akkor sokat lehet gyógyítani, ha nem, akkor sajnos korlátottabb a helyzet. Tegye fel a kezét, aki még órákig el tudná hallgatni Máté Gábort. Igen, Péter, nekem és nem csak arra rohanni. It's 11:40, so I don't know. 11:40. Nekem 10 percre otthon kellene. 15 percre. Nem otthon, illetve a hotelben. Igen, hogy akkor itt fejezzük be. Még egy kérdés. Egy kérdés még lehet? Jó. Ki volt, akinél van is már mikrofon, az jobban jár. Egy olyan kérdésem lenne, beszéltél arról, hogy hagyományos orvos. Az lenne a kérdésem, hogy hagyományos orvoslás, beszéltünk arról, illetve, hogy kudarc gyakorlatilag. Látsz arra, és hogy tudom, hogy elég utopisztikus gondolat, hogy ez változik, tehát mondjuk társadalmi szinten, vagy globálisan azt mondjuk, hogy köszönjük nekünk, ez nem. És nézzük egységként azt, ami az ember, vagy elmegyünk a falig. Nos. Nem pontosan értettem, bocsánat, mit mondhat lenni ön? Tehát értem úgy, hogy mondja majd azt az ember, vagy a társadalom, hogy nekünk ez nem elég, ez az orvoslás, és mondjuk egy másfajta, amit szeretnénk, vagy nem. Hogy én érdeztem? Hogy lesz-e valahol olyan, hogy egységként tekint egy orvos?
a betegre. Hogy lesz-e valaha? Igen. Hogy optimista vagy, vagy pessimista az emberiség jövőjével? Lesz-e valaha? Nézd, álmod még mindig lehet, tudod? Nem fog megtörténni hamar, gyorsan és könnyen. Orvosok nagyon makacsok, és azzal szemben nem akarják bevallani, hogy nem tudnak mindent, illetve bevallják, hogy nem tudnak mindent, de azt hiszik, hogy amit nem tudnak, az nem érdekes. Én magam nem vágom a fejemet a falhoz, én nem próbálom az orvosokat meggyőződni semmiről. Vannak sokak persze, akik erős rájöttek saját maguktól is, nem miattam, hanem ők is látták, illetve sok kutatás, sok tudomány ismerik. És vannak sokak, akik nekem jelezik, hogy az én munkám folyamán kinyitott a szemük. De ez mindig egy kisebbség, és szerintem ez egy hosszú és nehéz folyamat lesz. Nem hamar, ez nem fog változni nagyon hamar. És ezzel a pessimista mondattal be kell fejeznem. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönjük szépen.